Köszöntöm a Gödvárosi Televízió nézőit, a Mozog Velünk sportmagazint látják, Vasvári Ferenc vagyok. Mai adásunkban rövidebb híreink mellett beszámolunk a fétis crossfutás eseményről, továbbá a Skander Európa Bajnokság gödi vonatkozásairól. Idén 14. alkalommal rendezték a fétis crossfutást, illetve a hozzá kapcsolódó különböző rendezvényeket. Erről láthatnak most egy képes összefoglalót. Túl vagyunk a 14. fétis crossfutáson. Mik a tapasztalatok? Mi nagyon élveztük, és ugye ennek kettő célja van. Egyrészt, hogy megmozgassuk az embereket, meg hogy a csapatunkat is építsük. És ez megvalósult. Tehát mi is élveztük, nagyon sok támogatást kaptunk. Végre most volt valójában először az, hogy a gödiek mind támogattak, az önkormányzattól kezdve, a sportbizottságtól kezdve. Apró, pici, kis gesztusértékű dolgokat kaptunk. Tehát nem volt igazából olyan nagy küzdelem, mint korábban, hogy valaki egy kicsit ellenállt, vagy más gondolatok voltak, hanem volt egy ilyen egységes dolog. Ez meglepő volt, mert ez volt az első év, hogy olyan váltást éreztünk, hogy mindenki olyan könnyedén és jókedvűen kezelte a dolgot. Milyen visszajelzés van a crossfutóktól? Szerintem maga ez a kicsi amatőr bája, hogy mit csináljuk, ez mindig pozitív volt. Ugye csipes versenyt rendezünk, ez azt jelenti, hogy aki még profi szinten fut, az is élvezi, meg hát az is élvezi, aki nem egy ilyen versenyszellemű. És a családok összefognak a Wagner Lacékkal, Wagner Bálintékkal, ugye rengeteg gyerek fut, vagy rengeteg gyerek focizik, és ez meg különösen szépé teszi. Volt egy nagyon jó ötlet Juditnak, hogy ilyen gólyalábas bohócokat hozott, és például az óvodások úgy mentek, hogy a két gólyalábas bohóc fogott egy kötelet, és úgy vonultak fel az ovis futáshoz. És ez annyira gyönyörű volt, ott volt a polgármester úr is, Markó úr, és ő is mondta, hogy még ilyet nem látott, hogy vagy 30-40 gyerek fogta a kötelet, és olyan egység volt is a nagy bohócok, tehát volt benne egy ilyen középkori hangulat, egy ilyen frissesség, nagyon érdekes volt. Jó volt. Jövőre igazán kerek évfordulóhoz érkezik a crossfutás. Mik a tervek? Szerintem ugyanígy megcsináljuk. Mi minden évben megszavaztatjuk, vagy hát egy kérdőívet kérünk, hogy folytassuk, mert ugye legalább 50 munkatárs ebben részt vesz, és mindig igen van, de amikor oda kerülünk, és ez munka, akkor egy picit van egy kis recsegés, de ez volt az első év, hogy úgy látszott, hogy mindenki könnyedén és örömmel fogta fel, tehát ugyanilyen szellembe fogjuk csinálni. Az idei fétis crossfutáson mintegy 350 felnőtt és 80 óvodáskorú futó teljesítette a 200 méteres, 2, 5 vagy 14 kilométeres távot. A 14 kilométert 14 év felett Zádori Roland és Katona Erika 14 év alatt egyedüli indulóként Till Benedek nyerte. Senior kategóriában összesen 10 indultak, a legidősebb versenyző az 1933-as születésű, azaz 81 esztendős Kenyér Imre volt, aki 5 kilométer teljesített, de az 1935-ben született Kis György teljesítményes tiszteletet érdemel, ő 14 kilométert futott. 5 kilométeren 14 év felett Mészáros Márta és Csáki Ákos Péter, alatta pedig Takács Viktória és Pintér Gergő állhatott a dobogó legfelső fokára. A 2 kilométeres futást Sipos Kincső és Murányi Máté nyerte az U14-esek mezőnyében, Varga Nikoletta és Honti Barnabás pedig a 14 év felettiek közbizonyult a legjobbnak. A futás összes eredménylistája a crossfutas.fetis.hu-ra kattintva elérhető. A fétis kispályás labdarúgó tornán 17 ovis és 16 kölyök csapat, továbbá 12 felnőtt együttes vett részt. Az óvodás tornát a Kelen SC, a kölyök tornát a Dunakeszi Kinizsi, a felnőttet pedig a Lajos Mizsei NC Frogs nyerte. A belépés családos túlmozgalom jó szokásához híven idén is becsatlakozott a fétis crossfutás családi programjaiba. Mivel vártátok az érdeklődőket? Igen, ez nagyon szép hagyomány, és büszkék is vagyunk rá, hogy hát befogadtak a Józsiék, bár ők is örülnek, hogy együtt dolgozunk, tehát nagyon klassz az összhang. A futás mellett, ahol általában 4-500-an is futnak, emellett körülbelül ugyanennyien fociznak. Tehát óriási élmény, amikor az ember oda megy a pálya szélére, és látja, hogy tele gyereke, 6 pályán egyszerre megy a meccs. A 4 évestől a 12 éves korú gyerekekig,
és ott van az a sok szülő, akik buzdítják a gyerekeket, és nagyon sportszerű mindig, sportszerűek ezek a küzdelmek. Úgy tudom, hogy 30-szer, mert a Bálinték csinálják ezt a focit, vagy szervezik, úgy tudom, hogy 33 gyerekcsapat jelentkezett, Gödről is volt egy pár, de itt a környékről, a Szigetről, meg Budapestről, tehát rengeteg helyről jöttek. És hát mondom, nagyon, nagyon klasszis volt. Utána eredményhirdetés, éremosztás, serlegosztás, tehát minden, ahogy kell egy ilyen nagy versenyen. Ami az én részem, a családi ügyességi verseny, bár ebben is nekem csak epizód szerep jut, mert a fétisék nagyon komolyan szervezik, hogy a 8 feladatból nekem csak 3-at kell összeállítani, 5 olyan feladat, ami ők is megkérnek ilyen beszállítókat, és akkor van, aki akinél az a feladat, hogy egy ilyen kereket kell lecsavarozni, fölcsavarozni, aztán most újdonság volt, hogy volt ott vagy 20 kerékpár, az egyik cég azt adott, és akkor abból adtak nekünk 4-et, úgyhogy az egyik feladat az kerékpáros ügyességi verseny volt, nagyon tetszett a felnőtteknek, meg a nagyobb gyerekeknek, a kisebbek nem fértek rá, akkor volt váltóverseny, ott 4 feladat, az is hát mindenkinek nagyon jól esett, mert azért ez ritkán fordul elő, hogy az anyuka, apuka együtt különböző feladatokban együtt harcol a gyerekekkel a másik csapat ellen, és a harmadik, amit még mi csináltunk, az ilyen ügyességi célba ejtés, gurítás, a fiúknak, férfiaknak lábbal meg kellett emelni, a lányoknak, anyukáknak pedig ilyen gurítás. Na, úgyhogy itt is 19 csapat indult, és azért, ami nagyon tetszik ebben, hogy az elején még egy órával a kezdés előtt legalább, illetve akkor kb. 6-8 csapat jelentkezett, és ahogy látták, elkezdődött, és jöttek ott a futás utána a gyerekek, a szülők, azt mondták, hogy akkor ők is neveznek, mert tetszik nekik. Úgyhogy így ezzel elindult itt a családi fesztivál, ezzel a hatalmas nagy fétises sportnappal. A belépés családos túl családi csavargásán 19 család teljesítette a névadó szervező cég 4 beszállítójának támogatásával épített izgalmas és kreatív műszaki szerszám és sportakadályokat. A kiegészítő programokhoz szerepelt gólyalábos zsonglőrbohóc, Tónio a karikatúráival, Track Direction bicikli bemutató, a GDS-e táncszakosztálya, a Grease TS-e akrobatikus rock'n'roll és a Vectors kötélugrókró bemutatója, egészségsarok, kirakodóvásár, továbbá a József Attila Művelődési Ház és a KNTH kézműves foglalkozása, valamint ugrálóvár. A Fétis Kft. Vezetői és dolgozói amolyan csapatépítés jelleggel társadalmi szerepvállalásként szervezték meg az eseményt. A teljes rendezvényen összesen mintegy 3000-en vettek részt az ország több településéről. A 14. alkalommal meghirdetett fétisnapot Markó József Göt polgármestere nyitotta meg. GS-ek közgyűlés és kajakkenű szülői nap rövid híreink következnek. Május 28-án tartotta éves, rendes közgyűlését a Gödi Sportegyesület. Az 1920-ban alapított klub küldöttei a szakosztályok képviseletében először gyűltek össze a GS-e Alsógödi labdarúgó pályáján a TAO pénzből felújított új székházban. A napirendek közt a közhasznúsági jelentés mellett a 2013-ra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolók, valamint alapszabálymódosítás is szerepelt. A Gödi Sportegyesület kajakkenű szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány május 24-én rendezte az immár hagyományos, tavaly elindított térítésmentes rendezvényét, a szülői napot. A szervezők olyan felnőtteket vártak, kajakos gyerekek szüleit és a vízisportok iránt érdeklődőket, akik szerették volna elsajátítani a kenuzás alapjait, megismerni Gödi, Dunai környezetünket. Mint Nagy Árpád szakosztályvezető fogalmazott, a Gödi Sportegyesület szakosztálya fontosnak tartja, hogy a Duna partján élőket megszólítsa és megteremtse annak lehetőségét, hogy minél többen megismerhessék a vízi környezetet, ami mellett élnek, a vízi közlekedés és a vízi túrázás alapjait. Mindezt több mint 3 évtizedes múlttal a hátuk mögött társadalmi küldetésnek tekintik. Dalnoki Tibor, a társrendező alapítvány elnöke hozzátette, a szakosztály, az edzők, a segítő szülők, a kormányosok mindezt ellenszolgáltatás nélkül végzik, mint ahogy a résztvevőktől sem kérnek ezért pénzt. Céljuk a vízi életmód megszerettetése, a gödi fiatalok természet szerető vízi sportokkal való megismertetése, és mindehhez a szülőket is meg kell szólítaniuk.
Az idei rendezvényen az előzetes regisztrációt követően 11-en vettek részt. Volt olyan szülő, akinek a fia szakosztályban kajakozik, de volt olyan is, aki a honlapról értesült a lehetőségről, és olyan is akadt, aki a sportmajálison hallott a remek programról. Első lépésként Sinkó László edző tartott rövid előadást a vízbiztonságról, a vízfelület sajátosságairól, majd szárazon megmutatta a kenuzás alapjait. Később Kincses Lajos edző motoros kísérete mellett kenúzhattak Felsőköd irányába a résztvevők. Skander következik. Május végén Bakuban rendezték a Skander Európa bajnokságot, melyen Csabai Attila sportvezetőként és versenyzőként is részt vett. Csabai Attila Gödi lakos, őt kérdeztük. Attila, május vége felé Bakuban rendezték a Skander Európa bajnokságot. Te, mint sportvezető, ugye a Magyar Szövetség elnöke, illetve a Nemzetközi Európai Szövetség alelnöke is jelen voltál, illetve versenyeztél is. Igen, ez ritka dolog, hogy egy európai alelnök versenyezni szokott, de én még nem hagytam abba a versenyzést, úgy döntöttem, még megy. Itt a bizonyítéka. Bár nem voltam teljesen jó formában, mert a bal kezem az erősebb, mostanában a jobb, de ott valahogy nem jött össze az a nap, nekem nem éreztem az asztalt, és hát 7 óra csúszás volt, hát ez mondjuk Bakuba egy ilyen keleti országban ez várható is volt. 7 órát vártunk ott, egy helyben nem ittunk, nem ettünk, hogy sorra kerüljünk, pedig 7 asztalon ment a nyomás. Mondtad, hogy itt a bizonyíték, mutasd be kérlek ezt a két érmet, hát egy hiányzik, az arany. Hát az meg lesz talán Litvániából, szeptemberben lesz a világbajnokság, úgy tervezzük, de ha más nem, akkor jövőre Bulgáriából az Európa bajnokságon. Hát ez a balkezes bronzérmem, esetleg így. Hát itt természetesen rajta vannak az olajkutak, mert hát ez a legnagyobb büszkeségük Azerbajdzsánnak. És akkor hát a szokásos szkanderkéz, az európai logó és a dátum, meg Bakunak a címere van rajta. Ez volt a bal kéz, és akkor neki láttam jobb kézzel is, bár 2 éve nem nagyon versenyeztem, mert 2 éve leszakadt a bicepszem, a jobb bicepszem. Tavaly megpróbáltam, de nagyon-nagyon fájt még, és most kifejlesztettem erre egy új technikát. Hogy csak csuklóból játszottam az ujjakból, hát is minimális én kalapács bicepszből nyomtam, és hát bejutottam, a döntőig jutottam. Ott viszont az orosz barátom, mert viszont annak tekintem, jobb volt mindenkinél, tavaly óta veretlen, úgyhogy még mindig gondolkodunk rajta, hogy fogjuk megverni, de van már, úgy látom rá, megoldás. Úgyhogy lesz. Sikerült megakasztani, de aztán el tudott vinni. Hát 2 méter 10 centi volt és 170 kiló mondjuk azért. Súlyban is egy 50 kiló volt nálam nehezebb. Ezt az Európa-bajnokságot hogy kell elképzelni, milyen méreteket öltött országokra gondolok a versenyzők számára? Nem volt olyan sok versenyző, hát 650 szokott lenni mostanában. Mi 2006-ban itt Gödön csináltunk egy 560 fős versenyt, a sokáig rekord volt. Na ez most kb. 550 fős verseny volt, szerintem a távolság miatt és a vízum problémák miatt, ami nem volt egyszerű nekünk is, hogy kijussunk, és 24 ország volt, ez 4 napig reggeltől estig ment. Az első 2 nap, szerda csütörtökön, például éjfélkor volt vége az eseménynek, akkor volt a ceremónia még és a dopingvizsgálatok. Természetesen nálunk az is van. Mennyire dopingérzékeny sportág? Hát ez 2006-ban kezdődött Gödön a dopping, az első pont ezen az Európa-bajnokságon. Hát vannak sajnos még pozitív tesztek, nem titok, tavaly is 12 volt, abból 6 orosz az EBVB-n, úgyhogy most is, én úgy gondolom, most is lesz. Néztem a szemeket, tekinteteket, ugye azért láttam, amikor megriadnak, amikor húzni kell a kártyát, úgyhogy sajnos lesz, de valahol jó is ez, mert tisztul a sportág, és egyre előrébb tudunk menni. A magyar csapatot folyamatosan tesztelik, és eddig csak negatív volt a tesztünk, hál' Istennek. Téged külön bemutatunk természetesen, mert Gödi vagy, Gödön laksz, Gödi vállalkozó vagy, viszont hát egy komolyabb magyar válogatott vett részt ezen a versenyen, komoly eredményekkel. A legjobb 8 ment ki, és 9 medált hoztunk el, úgyhogy nem jött össze az arany sehol se. Ezüstök voltak, 4 ezüst volt és 5 bronz, de nagyon ügyes volt a csapat, harcoltak, és építkezünk ebből. Litvániába fogunk menni szeptember 11-én a világbajnokságra, ott már egy 25-30 fős válogatottal fogunk részt venni. Közelebb is van, és odaépítjük most a csapatot. Európa bajnokságon európai alelnökként vettél részt, gondolná az ember, hogy volt dolgod rendesen? Volt dolgom. Először is ott voltak hibák, amit ki kellett nekünk javítani, mérlegelő szobákban nem voltak hiteles mérlegek, be kellett szerezni a technika, akkor nem jó fotózták a kártyákat, szóval voltak gondok.
akkor voltak eltiltott versenyzők, akiket ki kellett még egyszer szűrni, meg ilyen tárgyalások voltak, mert megóvták, főleg pont azerbajdzsániak, úgyhogy úgy voltak itt, meg főleg az eredményhirdetés, de első két nap ebben nem tudtam részt venni, úgyhogy itt csúszott minden program ezért is, de hát elnézik, hogy én versenyzek, szóval nem szólnak, mert alól a barátaim is. Annyit még ott tudnod kell, hogy az orosz csapat a 150 fővel vett részt, és a törökök is 110 voltak, igaz, közel volt. És még egy új hír, hogy most megkaptam az eredményt, a magyar mozgássérült csapat, 4 fővel vettünk részt, és bronzérmes lett a csapatban. Szóval ez most jött meg, a mai napon kaptam meg az összesítést, úgyhogy ez egy nagyon új hír. Talán a gödiek tudják meg most ezt legelőször. Köszönjük szépen az információt. Picit kanyarodjunk vissza, húsvét előtt rendeztétek pont itt Gödön a Dunapart nyaralóházakban az országos bajnokságot. Mik a visszajelzések, mik az utólagos értékelések a versennyel és a helyszínnel kapcsolatban? Hát ezt szeretik a legjobban a versenyzők, ők már sokszor kértek, hogy itt legyen. Szeretik ezt a kultúrházat, hangulatos, közel van különben Göd, szeretik. És hát amit tulajdonképpen minden versenyt mi rendezünk. De ezt kimondottam, még én bele is tettem magamat, hogy ezért volt olyan sikeres. Az érmek is hasonlóak voltak, mint az Európa bajnoki érem, csak 2 centivel kisebb. Szóval oda tettük magunkat a magyar bajnokságon is. Ami nagyon fontos nekünk, hogy most októberben 18-án a Fit Parádi keretén belül lesz a Judgment Day. Ova most nagyon sok visszajelzést kaptam, szórlapot osztogattam, plakátoltunk, úgyhogy nagyon sokan fognak eljönni, szerintem rekordszám lesz az a versenyen nekünk. Várható, hogy még Gödre hoztok rendezvényt a közeljövőben? Hát én azért várom a felkérést az önkormányzattól, hogy szeretné, hogy csináljuk. Hát ha kapok ilyen visz, akkor bármikor tudok hozni. Akár jövőre is lehet a nemzeti bajnokság, vagy bármi más. Akár egy nagyobb Judgment Day nevű magyar világkupát bármikor meg tudnánk csinálni. Mondjuk az egy sportcsarnok kéne, és azért az hoz ide turistákat is. Hát ez 200 profi induló plusz a kísérők. Szóval itt egy 5-600 fő itt el lenne nekünk lazán egy olyan 4-5 napig, az meg itt hozná a hasznot a gödi vállalkozóknak, kereskedőknek. Úgyhogy próbálkozunk. Köszönöm figyelmüket, a Mozog Velünk sportmagazin adását látták. Egy hét múlva ismét találkozunk, addig is ne feledjék, www.göditémák.hu. Viszontlátásra!